mi 2017-ben találkoztunk úgy, hogy váltottunk is volna szót. Tehát lehet, hogy ilyen köszönések voltak, mert megismertek, de az, hogy valahol közösen voltunk valami oknál fogva, azt szerintem így két évvel ezelőtt volt. Igen, úgyhogy nem túl régi az ismertség, de nem ez a lényeg. Viszont győriek vagyunk mindketten, úgyhogy ott is találkozhattunk volna, igen. Akár 2015-ben. Bár még van köztünk 7 év, úgyhogy így, így nem sűrűn. Igen. Érkezzen az S2 házigazdája, Dalos Bobi és Fehérvári Gábor Alfréd. Ez volt az első közös próbánk. Én azt gondolom, hogy flottul ment minden, de nyilván szombaton tudjuk majd meg. Szerintem ennek így kellett mennie, ugye az első próba az mindig nagyon-nagyon nyers, és gyakorlatilag az adás napján megy végbe az a próba, amiből már egy kicsikét többre lehet következtetni. De én most is jól éreztem magam, én nem igazán izgulok. Szerintem benned is igazából csak az a lámpalász fog dolgozni, hogy első alkalomról beszélünk. Mind a ketten fogunk izgulni, mert az élőadásnak ez a varázsa, tehát ez így kezdődik, ez enélkül nem jó, mert hogyha ez nincs meg, akkor sterillé válik az egész. Szerintem az első után tényleg mosolyogva fogunk róla beszélni, hogy oké, akkor viszont csináljuk, mert ez tényleg nagyon-nagyon jó. Van lévő beszélgetésektől, illetve a versenyzőkkel való beszélgetéstől nem félek, mert hogy ebben van tapasztalatom. Ami izgalmas, az a ponttábla ismertetése, a szavazásra való buzdítás, tehát ezeket fogom gyakorolni. Tényleg a kötött részek azok, amikkel meg kell olyan szempontból barátkozni, nem feltétlenül kell szóról-szóra megtanulni, arra kell figyelni, hogy hozzávetőleg terjedelemben ugyanúgy mondja el az ember a saját szavaival, de ezek a blokkok egy kicsiket az emberre nyomást helyeznek, hogy na itt ezt most el kell mondanom, itt most pontosan ezt kell mondanom. De egyébként nagyon jó tanácsokat ad a Freddy. Nem is adtam egyet sem. De, tehát azért mondod, és ebből én építkezem. Én csak a tapasztalatod, ezt már megcsináltad, és itt a próbán is többször kérdeztem, hogy Freddy, melyik kamerában nézünk, merre megyünk le, hogy, de én azt gondolom, hogy nem lesz gond, és élvezni fogjuk. Igazából az a fő cél, hogy mi is élvezünk. Abszolút. Tavaly is ez volt a cél, idén is az volt a cél, hogy természetesek maradjunk, hogy én Freddy legyek, ő pedig Dallos Bogi legyen, és ne próbáljuk meg túlságosan komolyan, mert nekünk kell ott lenni, és hogyha a mi személyünk az közel tudjuk vinni a saját személyünket a közönséghez, illetve a nézőkhöz, akkor sokkal természetesebben fog hatni ez az egész műsor. Szerintem így kell erre készülni, hogy szeressük a dalokat, ismerjük a dalokat, ismerjük a versenyzőket, és képben legyünk a szöveggel, és a fejünkben legyen az, hogy merre szeretnénk vinni az egész adást. Illetve a gyors reagálás, és a váratlan helyzetek kezelése, impro az kell, de pontosan talán erről szól egyébként az élő műsor, hogy mindig van egy szerkezet, amit követünk, és mindig van, ahol el kell, hogy térjünk, mert le kell reagálni, akár egy hosszabb zsűriértékelést valahonnan akkor el kell venni, mert a műsoridő az adott, és ez adja meg igazából a varázsát, és akkor válunk mi is profivá, amikor ezeket úgy tudjuk lereagálni, hogy amikor otthon beszélünk a szüleinkkel, hogy na milyen volt, akkor fel sem tűnik nekik, hogy igazából ez nem így volt alapvetően tervezve, ez a varázsa az élőzésnek. Másik nagyon fontos, amit mondott a Bogi, és abban is igaza van, hogyha informáltak vagyunk a versenyzőkről, az ad egy elképesztő magabiztosságot. Akkor az ember reflexből tudja, hogy ki, melyikük a Máté és melyikük a Réka, és így tudjunk hozzájuk fordulni, igazából ők is fesztelenebbé válnak, mert azt érzik, hogy nem egy kérdezfelelek folyik, hanem beszélgetünk, és szerintem nagyon-nagyon jó lesz, úgyhogy jól érezzük magunkat. Izgalmas 6 hét elé nézünk. Így van, úgyhogy tartsanak velünk.